Kakasdon a Sió deltában, Pakson és Dombóváron van olyan épület Tolna megyében, mely Makovecz Imre életművének része. A magyar organikus építészet hazai mestere számos összenemtéveszthető egyediségű építményt hagyott az utókorra. Azt tartotta a magyar szerves építészet feladata, hogy szolgálja az európai közép ezoterikus létét. A magyar kormány az életmű megmentése érdekében 12,5 milliárd forintot különített el, és ebből jutott Tolna megyében a közcélt szolgáló intézmények felújítására is. Mindenről Molnár Árpáddal, Tolna megye főépítészével beszélgettünk. Teljesen érthető, hogy a kormányzat támogatni igyekszik a makovecz örökségnek a fennmaradását, hiszen világhírű építészről van szó, és az öröksége olyan, amit meg kell óvni. Nem most indult igazán ez a program, hanem már 2013-ban, 15-ben már forrásokat is rendeltek hozzá. Amikor Makovecz Imre 80 éves lett volna, tudjuk, hogy nem érte meg ezt a kort, sajnos. És a mostani döntés 12,5 milliárd forintot csoportosított kifejezetten a legértékesebb makovecz épületek, építmények megmentésére. Szerencsére Tolna megye is benne van ebben. Tolna megyében 4 makovecz épület áll, 2 vállalkozások tulajdonában van, 2 közcélokat szolgál, illetve vallási célokat. Az egyik a Hotel Dombóvár, Dombóvár központjában, a szekszárdi Siócsárda, mint tudjuk, azzal is elkezdtek hál' Istennek foglalkozni végre, és a 2 nagy volumenű a Paksi templom, amelyik 150 millió forintos támogatást kapott december 30-án, és hát a legnagyobbat, majdnem 500 millió forintot, 406 millió forintot a Kakasdi faluház, ami nem csoda, hiszen ez nem kis épület. Mindenképpen szükség van ezekre a forrásokra ahhoz, hogy a makovecz emlékmű tovább éljen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke is kifejtette álláspontját a fejlesztésekről. Úgy véli, olyan alapvető kulturális értékek ezek, melyek egyszerre gazdagítják Tolna megyét, de az országot is. Én azt gondolom, alapvető érték és tekintélyes, tehát nagy érték ez, amit a Makovecz úr megyére hagyományozott, és a Makovecz stúdió azóta is csinál, és azóta is fejlesztik ezt a stílust, ezt a fajta mentalitást. Hangsúlyozom, hogy itt a mentalitásról van szó. Jövőt csak úgy lehet építeni, hogyha az ember az értékeit megőrzi. Makovecz híres volt erről, hogy az értékeket az alkotásaiba, a házaiba, az építményeibe, templomaiba beépítette. Megyénkbe is található több ilyen Makovecz által tervezett és épített templom, ugye a Kakasdi a legismertebb. Én azt gondolom, hogy a megyének fontos, hogy ilyen értékek mellett, hiszen központi stratégiánk ugye a megye értékeinek a védelme, annak propagálása, kampányolás mellette. Tehát én azt gondolom, hogy a Tolna megyei emberek egyrészt megérdemelnek ennyit, a Tolna megyei értékek pedig kötelezően olyan értékek, amelyek a jövőt segítik nekünk építeni. Bár a kakasdiak különös kötődéssel vonzódnak ikonikus épületük iránt, és védik is az idő pusztító hatásától, de a lehetőségeik behatároltak ezen a téren. A most kapott jelentős támogatás egy a kor igényei szerinti közművelődési épület kialakítását tette lehetővé. Ez a ház jövője szempontjából meghatározó volt, és a település életében is egy mérföldkövet jelent, hiszen ennek az épületnek a modernizációja szükséges volt, maga az állagmegóvás is, hiszen itt rendkívül sok rendezvény zajlik, helyi és közösségi eseményeknek, rendezvényeknek ad otthon, hagyományőrző programoknak, konferenciák megrendezésének, esküvők, bálok megvalósításának. Úgyhogy én azt gondolom, a hosszú távú, illetve jövőbe mutató kihasználás szempontjából nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ennek a programnak a megvalósításában, a pályázat megvalósításának. A tető fedés cseréje valósult meg, a bádogos szerkezet felújítása, a külső és belső faszerkezetek felújítása, felületkezelése, nyílászáró csere valósult meg, a belső felületek, a padló felújítás, a színpad új burkolatot kapott, és mindezeknek a szem előtt tartása, hogy ez minél hosszú távon szolgálja a település jövőjét.
Fontos megemlítenünk az elektromos és a fűtés hálózat korszerűsítését, az új hűtő-fűtőrendszer kialakítását, mozsok felújítását, tehát meglévő vizes blokkok teljes körű felújítását, és ez vonatkozik az egész épület együttesre. Sok helyiségből áll, illetve része van ennek az épületnek. Ennek során, a két ütem során felújításra került például az időirodákban szintén az elektromos és fűtés korszerűsítés, a meglévő linoleum burkolatok kaptak új burkolatot, ott is a belső nyílászárok cseréje, a belső falfelületek megóvása felületkezelése történt, és ezzel az itt dolgozóknak a munkakörülményei, illetve ügyfélbarát környezet megteremtése valósult meg. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Makovec Imre tervezése, tervei alapján Kakasdot méltónak tartotta arra, hitt bennünk, látta a helyiek szorgalmát, tehetségét, és mindvégig segítette ennek az épületnek a megépítését, megvalósulását. A felújítás során lényeges elem volt az állagmegóvás, a faszerkezetek kezelése. A program célja a környezettudatosság volt, ennek a szemléletnek megfelelően készültek a munkák, mondta Kakasd polgármestere. A helyiek fontosnak tartják a helyi értékeket, az organikus vonalvezetéseket, a természet, az ember, az épített környezet szimbiózisát.